A bíróság ugyan megszüntette előzetes letartóztatását, ám a fogadási csalások ügyében gyanúsított Acél Zoltán Haladás vezetőedzőt az MLS nem engedi vissza a kispadhoz. A Szövetség Fegyelmi Bizottsága felfüggesztette a tréner sportszakmai tevékenységét a bíróság jogerős döntéséig. Acélügy és fegyelmi ősz a téma, Rettegi István MLS Fegyelmi Bizottsági elnökkel és Borbé Zoltán jogi és sajtóiroda vezetővel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Miért és hogyan született ez a fegyelmi bizottsági döntés? Az Acélügyben úgy született a fegyelmi bizottsági döntés, hogy hivatalos értesítést kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség arról, hogy Acél Zoltán ellen büntetőeljárás folyik, vesztegetés büntetőnek alapos gyanúja miatt. Ez azt jelenti, hogy az ügyészség írt egy levelet. Az ügyészség, így van. Az ügyészség írt egy levelet. Na most ebben a helyzetben nem is tehetünk mást, mint hogy miután mi nem folytatunk ebben az ügyben bizonyítást, hiszen megvan a megfelelő fórum, hatóság erre, akik lefolytatják, hanem a megalapozott gyanú alapján, hogy őt meggyanúsították ezzel a cselekménnyel. Úgy ítéltük meg, hogy amíg ki nem derül az ártatlansága, vagy netán bűnössége, addig nem felfüggesztjük a sport szakemberi tevékenységét. És miért nem úgy döntöttek, hogy amíg ki nem derül a bűnössége? Azért nem döntöttük így, mert a megalapozott gyanúhoz a büntetőjárási törvény, és aztán annak alapján más törvények is számtalan negatív, úgy is mondjam, mármint az ügyfél részére negatív joghatást fűznek. Csak gondoljunk bele abba, hogy az előzetes letartóztatás, mint jogintézmény a büntetőjárási jogban az ártatlan embernek a hátrányát jelenti, hiszen addig, ameddig ugye a jogerős ítélet nem mondja ki a bűnösségét, addig ártatlanak tekinthető. De ide sorolható az, hogy a vagyonát zár alá vehetik, a pénzeszközeit befagyaszthatják, tehát számtalan olyan döntést hozhatnak vele szemben, annak ellenére, hogy ártatlannak kell tekinteni, amik ugye jelentős módon sújtják az ő további életét, vagy befolyásolják a további életét. Zoli, mint egykoron az ügyészségen is dolgozó ember, szóval azt mondjuk, hogy van egy alapos gyanú, ilyenkor a Magyar Labdarúgó Szövetségnek érdemes ilyen döntést hozni? Hogy érdemes? Mert hát ugye, nyilván, hát mit kell ilyenkor mérlegelni? Ja. Mi legyen ezzel az edzővel? Hagyjuk-e dolgozni? Ugye, elvileg, ne hagyjuk dolgozni? Mi a jó megoldás? Szóval elvileg, tehát erre lehetne egy kikerülő választ adnom, hogy a fegyelmi bizottság önállóan jár el, van egy jogorvos, tehát van egy fellebbviteli bizottságunk, sőt van egy fegyelmi felügyelő testületünk, amelyik ugye elvileg az eljárás alá van terhére is fellebbezhet, és tulajdonképpen van egy elnökség, amely egy szuper fellebbezési fórum. Tehát mondhatnám azt is, hogy ez az ő dolguk, és ebben nem szólunk bele, de elvi szinten azért azt le lehet szögezni, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek ezek az ügyek a legrosszabbak. Tehát azt, aki kéjjel és vidáman tucsog ezekben a bunda ügyekben, az szerintem nyilvánvalóan nem szereti a magyar labdarúgást, ha ezt örömmel teszi. Tehát ha valakinek ez kárt okoz, ha úgy tetszik, ilyen modern kifejezéssel élve, brandjének, a labdarúgás brandjének árt, akkor az mi vagyunk. Tehát azt mondani, kipoentírozni ezt Acél Zoltán, aki egyébként vállalta nevét, teljes nevét, arcképét, ezt mérhetetlenül igazságtalanak tartom, többek között a sajtó részéről is, mert senki nem emelte fel a szavát a korábbi tizenakárhány esetben, amelyben pontosan ugyanígy járt el a fegyelmi bizottságunk, és kicsit azt érzem, hogyha van egy híresebb ember, akkor a sajtó átfordul, nem sajtó, a közvélemény, tehát itt én nem akarom bántani a sajtót, mert én is oda tartozom picit, mint egy kicsit lélekben az igazságszolgáltatáshoz is. De ha már egy olyan emberről van szó, akit jobban szeretünk, az nem követheti ilyet el. Hát gondoljunk csak, most nem akarom Isten mentse a cél Zoltánt, O.J. Simpsonhoz hasonlítsam, de Amerikában pólókat gyártottak, hogy nem hisszük, hogy O.J. Simpson bűnös. Én úgy érzem, hogy itt a szimpátia, a közéleti érvrendszer keveredik. Szeretjük, tehát nem lehet bűnös. A többit azt nem ismerjük, tehát bűnös. Sőt, követeljük több esetben a közvélemény, nem tudom, figyelte, nagyon érdekes, azt követelte a fegyelmi bizottságtól, hogy mit teszetoszáskodik, miért nem tiltja el rögtön ezeket a játékosokat, S. Lászlót és A. Attillát legutóbb, miért kell nekünk itt várni?
És ez volt a nyomás. Most pedig az a kérdés, hogy miért tiltja el, mikor ártatlanság vélelme van. Maradjunk, abban nem lehet könnyű az MLS-nek. Itt érdemes visszatekinteni oda, hogy tehát az egy elv is a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, hogyha ilyen típusú eljárás, gyanúsítás, rendőrségi, ügyészségi szakban lévő ügy van valamilyen sportemberrel szembe, akkor általános szabályként vallja azt az MLS, hogy ilyenkor felfüggesztés. Teljesen így van. Teljesen így van, és csatlakozván a Borbély Zoltán által elmondottakhoz, valóban így van, egy NB2-es futballista ilyen bundázás, magyarul vesztegetés gyanújába keveredik, és mi ugye őt felfüggesztjük. Senki nem emel szót mellette, tehát hogy jaj Istenem, hát miért nem játszott szegény. De talán azért, de nem, hát ugye nem ezen kéne mérni, hogy ki az ismert ember és ki a kevésbé ismert, hanem azon kéne mérni, hogy van egy egységes gyakorlatunk, és ezt mindenkinek alkalmaznunk kell. Ilyenkor az is akkor egy általános eljárás, hogy mivel az ügy ismert, ezért az érintett meghallgatása, ez nem az érintett kérheti a meghallgatását, a szabályzatunk úgy szól, hogy dönthetünk úgymond tárgyaláson kívül is. Ez kicsit hasonlít a büntető eljárásokban abban, hogy lehet tárgyalás mellőzésével pénzbüntetést kiszabni valakivel szemben, általában ilyen közlekedési vagy enyhébb súlyú cselekményeknél, és akkor kérheti tárgyalás tartását, és ott elmondhatja az érveit a bíróságon. De nem kötelező nekünk tárgyalást kitűzni, hiszen itt nem arról van szó, hogy majd le kell játszani egy DVD felvételt, hogy most faltolt az alapdarúgó, vagy nem faltolt, hanem egy... Hát ebben az esetben van egy ügyészségi megkeresés, levél, és akkor ennek alapján döntöttek. Ja, mi történik itt, hiszen beszéltem már szuper fellebbeteli fórumról is, akár az ellenség, tehát mi történik itt általában fellebbezés esetében, mi a menetelem? Hát a ügyvéd úr nyilatkozta, hogy anélkül, hogy megkapta volna a határozatot, már is fellebbez, ez egy abszolút dicséretes dolog, egyébként neki ezt kell csinálni. Tehát, azért, nyilván nem lelkesül ettől a döntéstől. Persze, de azért, azt azért elmondanám, hogy ezekben a jogi vitákban nem jogi érveket keverni irtózatosan veszélyes. Tehát az adófizetők pénzét hallottam, mint... Most azt, hogy az MLS az adófizetők pénzéből működik-e vagy sem, ezen is lehetne vitatkozni. De ez az adófizetők pénze és majd a későbbi kártérítés, mint MLS alperes, mert ugye erről szól meg, hogy nincsen lejjebb, erről szólnak ezek a nyilatkozatok. Azért erre azt mondanám, hogy ez az adófizetők pénze című érvelés, ez a lélegeztetőgép érvelés. Tehát, hogyha én most azzal érvelnék vissza, hogy ezek a feltételezett bunda összegekből hány lélegeztetőgépet lehet venni, ez egy hasonló típusú érvelés, semmiképpen nem nevezném joginak. Mint ahogy azt sem, hogy 200 fős lista, ami nincs, hogy a 200 fős listán valaki nincsen rajta, ami nincs, de hogyha vegyük azt, hogy van, akkor onnantól kezdve nem lehet meggyanúsítani. Ez a polgári jogban így van, hogy akit nem perelnek be, azt nem lehet kártérítésre kötelezni. Hát de a büntetőjogban nincs így. Jó, tehát ez egy tipikusan olyan ügy, hogy nyilván számtalan pletyka, persze, tájékozatlanság, vita, indulat, érzelem keveredik. Igen, csak ezt nem szabad. Tehát én azt gondolom, hogy ez árt az eljárásnak, és én nem csak úgy tisztelem Retteg Istvánt, mint mondjuk a fenyegetőbizottságunk elnökét, hanem úgy, mint kiváló büntető ügyvédet, és ő nagyon jól tudja, hogy van egy ilyen mondás például, hogy ami persze tárgyalóteremben igaz, hogy minél többet áll az ügyvéd, annál többet ül a védence, de ez persze egy irónia. De nem biztos, hogy a haladásnak a döntését nagyon szeretném kiemelni. Ők sem biztos, hogy kéjjel és nagyon jó szívvel és jókedvel hozták meg a szerződés bontásról szóló döntést. De egy olyan kaliberű ember, mint Illés Béla, akit én személy szerint is a magyar labdarúgás egyik legtisztességesebb alakjának tartok sok más mellett, mert ugye tisztességes emberek dolgoznak a magyar labdarúgásban zömében, nekik nagyon rossz lehetett ezt a döntést meghozni, és ők is meghozták. Képzeld el azt a helyzetet, hogy én, mint tulajdonos, utána leültetem a meggyanúsított és nem bűnösnek tekintett edzőt a padra. Ártok-e vele neki, a klubnak, magamnak, és mit kapna ezért? Tehát ezek megint olyan érvek, amit a tulajdonosnak mérlegelni kell. Még egy nagyon fontos dolog, az ártatlanságvédelme nem azt jelenti, hogy valaki ártatlannak tekinthető. A törvény úgy fogalmaz, hogy nem tekinthető bűnösnek. A kettő között komoly filozófiai különbség van. Igen. Na most, ha már itt szó esett, éppen Zoli hozta szóba, hogy itt mindenféle kártérítési perek is már mi lesz akkor, ha kiderül, hogy nem bűnös, fordítsuk meg ezt a dolgot. Miután az egész magyar labdarúgás kárvalatja ennek az egész ügynek, az MLS-ben gondolkodnak-e azon, hogy
a felelősöket, és majd lesznek felelősök, szóval azok felé valamilyen kárigényt érvényesíteni majd. Mit lehet ezzel kezdeni? Hát ahhoz, hogy kárigényt érvényesítsünk, ahhoz az kell, hogy kimutatható kár legyen. Tehát ugyan van a polgári törvénykönyvben nem vagyoni kár, meg általános kár, amikor nem kell tételesen kimutatni, hogy milyen jövedelemcsökkenés vagy egyéb ugye kár keletkezett. Nagyon nehéz ezt így, tehát az MLS szemszögéből ezt megfogalmazni, hogy milyen kártétés igénye léphet fel. Ugye itt a volt bizony arról beszélt, hogy adott esetben az a labdarúgó vagy sportszakember, ha kiderül az ártatlansága, hogy léphet fel az MLS-szel szemben. Én erre a következőt tudom mondani. Tényleg megpróbálok a sportból, de más példát hozni. Ha valakiről kiderül, hogy doppingol, mondjuk A vizsgálat, B vizsgálat pozitív, de ő elmegy a sportbírósághoz, a nemzetközi bírósághoz, mert szerint ártatlan. Kiengedi őt versenyezni addig, ameddig le nem bonyolódik ez az eljárás, senki. Nem, el van tiltva, és addig, és én olyanról sem hallottam, hogy valaki esetleg más döntés születik a sportbíróságon, és ezért kártétési igény. Nem akarok most szándékosan még külföldi sportcsolt sem megnevezni, de tudjuk, hogy például egy atlétikai verseny milyen pénzeket fizetnek ki a pénzdíjas versenyeken, hogy mitől esik el például az a sportoló, az az atléta, amíg ugye nem mehet újra a rekordtára, és nem kezdhet el újból futni. Hát az egész, a végéhez közelünk, az egész fogalási csalás ügysorozat, ez azért fegyelmileg is rányomta az őszre a bélyegét, gondolom az MLS-nél. Amúgy nyugalom volt? Amúgy abszolút nyugalom volt, mert csak a szokványos történeteket tárgyaltuk. Ugye én ezt mindig ki is fejtem, hogy vannak olyan dolgok, amiket úgymond nem szeretem ügyek, de hozzánk van utalva. Például, hogyha egy sportszervezet, egy klub tartozik egy játékosnak, egy edzőnek, és akkor nekünk kell ugye azzal ösztökélnünk a fizetésre, hogy... Például Komjáti ügy most. Hát Komjáti ügy előtte volt ugye szintén ugyanazt a sportszervezet érintve, hogy egy labdarúgó átigazolása folytán ott se fizették ki, ott már eljutottunk odáig, ugye ez ismert volt, hogy már fordulónként 3-3 pont levonással kellett sújtsuk, nem jogerős a határozat, nem tudjuk, hogy még mi lesz a vége, de hát én mindig szomorú vagyok, az a legrosszabb, amikor a zöld asztal mellett dőlnek el dolgok, és ha nem a bajnokságon elért eredmények számítanak, hanem az, hogy le kell vonni valakitől pontokat, az nagyon rossz dolog. Se a bundaügyekkel nem szívesen foglalkozunk, se ezekkel az ügyekkel nem szívesen foglalkozunk, nem erre vagyunk igazából kitalálva, de hogyha oda van sorolva a fegyelmi bizottság elé ezeknek az ügyeknek is a megítélése, vagy eldöntése, akkor meg kell csinálnunk. Urak, akkor abban reménykedhetünk, hogy ezekben a fogadási ügyekben minél hamarabb jogerős döntés lesz, és az tudja ezt az egész helyzetet a legmegnyugtatóbb módon tisztázni. Megvárjuk, visszatérjünk rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. És köszönjük.